Festmények, utalványok, kézműves termékek, csak néhány abból a több mint 300 felajánlásból, ami a Tolnai Család Segítő Központ jótékonysági aukciójára érkezett. Tavaly 1 millió forintot sikerült összegyűjteniük, amit szociálisan rászorult családok megsegítésére fordítottak. Idén is hasonló célt tűztek ki maguk elé, mondja Székely Anikó, a központ vezetője. A tavalyi év sikerét látva az idei évben is megszervezzük a 9 tolnai szervezet összefogásával megvalósuló jótékonysági árverést. Augusztus óta vártuk a felajánlásokat, érkeztek műtárgyak, dísztárgyak, szolgáltatások, élelmiszerek, sportmezek. A cél hasonló a tavalyi évhez. Az idei évben is a befolyt összegből karácsonyi ajándékcsomagokat szeretnénk csinálni hátrányos helyzetű családoknak, gyerekeknek, nyugdíjasoknak. Az árverés online formában zajlik, majd egy hétig licitálhatnak az érdeklődők. Az árverés jövő héten kedden 8 órakor indul, így mindenkit szeretnék arra kérni, hogy csatlakozzon a Tolnai Családsegítő Központ jótékonysági árverés csoportjához, hogy ezekre a jó szívvel felajánlott tárgyakra minél többen licitáljanak, hogy meg tudjuk valósítani a célunkat. Igazából ez egy közösen megfogalmazott cél volt, látva a tavalyi évet, hogy ebbe az idén is vágjunk bele. A tételek között szerepel a Chelsea angol labdarúgó klub egyik játékosának meze is. A felajánlóink között van Fiola Attila, Szalai Attila, akik mind a ketten sportmezt ajánlottak fel, és felajánlásként hozzánk érkezett egy Chelsea mez, amit Lőv Zsolt és egy vállalkozó ajánlott fel a számunkra. Egész évben fontosnak tartjuk, hogy segítsünk. Ezt a célt szolgálta az augusztusban megszervezett jótékonysági koncertünk is, és most így az év végén, karácsonyhoz közeledvén ez így talán még fontosabb, hogy szebbé tudjuk tenni az emberek karácsonyát ebben a nehéz időszakban.